évben már úgy vagyok itt a Szóla Fülemüle elődöntőjében, mint a Kárpátalja Néptánc Együttes művészeti vezetői. Tavaly június óta ez az együttes megalakult, létezik, magának létjogosultságot szerzett, és azért itt a beszélgetés elé hadd mondjam el, hogy pont az elmúlt héten a Táncház találkozón közel 10 000 ember előtt fellépett Pál István Szalonna és bandának a koncertjén. Úgyhogy még nagyobb izgalommal és boldogsággal jövök ide a Szóla Fülemüle selejtezőjére, ahol a legfontosabb, amiben bízok, hogy az előző két évhez képest még erősebb, még erőteljesebb, még izgalmasabb és érdekesebb produkciókat fogok látni. Ha ez így lesz, az azt jelenti, hogy a befektetett munka megtérült, amit a Kárpátalján az együttesek, illetve a hozzájuk csatlakozó mentorok és a mentorprogram elérhetett. Ha jól számoltam, közel 400 gyermek lesz a fellépők között itt a mai napon, ugye szólótáncosi megnyilatkozásban, együttesi megnyilatkozásban, zenészekként, szólózenészekként, én azt gondolom, hogy ez fantasztikus. Mindig az volt az elképzelésem és az elvem, hogy igazán az identitását ezekben a közösségekben tudja megőrizni egy ember, és most itt nem csak arról van szó, hogy most Kárpátalján vagyunk és a magyarokról van szó, ez az egész világon. Én bejártam az egész világot néptáncosként, koreográfusként, táncművészként, és azt veszem észre, hogy azok a közösségek, amelyek a saját kultúrájukból, a saját népi kultúrájukból táplálkoznak és hoznak össze létre közösségeket, azok mindig erősek, elképesztően erősek, és úgy tudják mindenféle szélsőség nélkül fenntartani a legfontosabbat, a hovatartozásukat, az identitásukat, a saját kultúrájukba, a saját nyelvük irányába, hogy gyakorlatilag ők ezért semmi más nem tesznek, mint ezt gyakorolják. Először hobbi szinten, van, aki aztán ezt hivatásra teszi, van, aki csak egyszerűen a családjába több generáción át végigviszi, de hogyha most le kell kerekítem, akkor azt gondolom, hogy Kárpátalján, a kárpátaljai magyarság számára viszont ezek azok a közösségek, amelyek az utat jelenthetik a magyarságunknak a leginkább és legnagyobb megőrzésében. A legfontosabb azt hiszem az, hogy azok az elkötelezett kárpátaljai népművészek, népművelők, akik az elmúlt évtizedekben a hátukra vették ezt, és itt gondolok a Pál családra, gondolok sok mindenkire, minden olyan együttes vezetőre és alkotó művészre, aki előadó művészre, aki felvállalta, hogy ezt nem csak műveli, hanem tovább is adja, annak az eredményét most láthatjuk. Ez egy nagyon komoly két és fél évtizedes munkának az eredménye, hogy mostanra azok a közösségek, amelyeknek az élén állnak fiatal pedagógusok, együttesvezetők, attól tudnak olyan erősek lenni, hogy ezek a fiatal pedagógusok és együttesvezetők ennek a képzésnek, ezeknek az energiáknak az átvételére nyitottak voltak, és most már ők művelik ezt a dolgot. Az ehhez tartozó mesterképzésnek köszönhetjük azt, hogy vannak most tagjai a Kárpátalja Néptánc Együttesnek, akik jó színvonalon táncolnak, amit egy magyarországi szakembernek a segítségével, aki most így furán hangzik, de ugye, aki én magam vagyok, már úgymond könnyeden sikerült összefogni, hisz az alapok megvoltak, és lehet csiszolni a gyémántot. És én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy egy nagyon tudatos, nagyon átgondolt munka folyt, és azt gondolom, hogy mindennek egy volt a célja, az, hogy a közösségek egyben maradjanak, a közösségek a saját népi kultúrájuknak a mentén haladjanak előre, és ez egy olyan egységet képezett, ami most már a fejlődéssel szerintem töretlen.